Sziasztok, itt Karva. Ja, segítségeteket szeretném kérni, pontosan olyan ismertek-e dolgokban tudtok-e segíteni. Az első, az eredetileg nem volt rajta a listán, de csak rátettem, és talán meg nem késő a segítségben. Szóval előző hétvégén Penseverkével játszottunk egy móka szakaszozást. Nagyon vicces volt, nagyon jó volt. Szerintem az eddigi egyik a legjobb móka szakasz epizódot lehetne belőle összehozni. A baj csak az viszont, hogy mikor lekapcsoltam a felvételt, akkor azonnal korruptálódott az MP4 file, így most az a két és fél órányi játék gyakorlatilag fenn van 4 GB-os fájként a gépemen, ugye OBS-re vettem fel az ilyen ilyen sokat. Viszont nem lehet megnyitni se Windows Media Player-rel, se VLC-vel, és korábban már volt egy ilyen, azt abból egy részletet láthatottok korábban egy videómban, amikor egy korruptálódott és megpróbáltam visszahozni a halálból a fájt. De nem igazán jött be, szóval nem tudom, hogy tudtok-e segíteni. Elvileg nem nagyon lehet ezt megoldani, és oda veszett végleg. Ugyanez történt egy mi az, egy 4 órás Magicka Wizard Wars szesszióval, Daveranékkal játszottunk, jó móka volt, meg minden csomó mindenről beszéltem, meg elmagyaráztam a játéknak a lényegét, de ott meg az történt, nem korruptálódott a fájl, hanem az OBS egy fekete képernyőt vett föl, aminek a szélén volt egy kis kép, ahol 40 darab egér ostromolta a fekete képernyőt, de a fekete képernyő belül látszott, hogy a valódi egerem az hogy mozgott. Ez valami abból lehet, hogy a Magicka Wizard Wars nem lehet Game Capture-rel felvenni, hanem Window Capture-rel. Én pedig teljes képernyőben vettem fel a Window Capture-t, aminek az lett az eredménye, hogy fekete a kép. Azzal nem lehet mit csinálni, viszont ja, hogyha valamelyikötök tudna ilyesmit, hogy egy ilyen MP4-es fájt valahogy visszahozni a halálból, akkor az nagyon nagy segítség lenne. Ha meg nem, akkor szívás. Na, az egyik ez a másik pedig. Ismere valamelyikötök egy szabászatot, vagy varodát, vagy nem tudom, hogy kell ezt nevezni, amitől lehetne rendelni kész tervrajz, vagy minta, vagy mifen alapján egy köpenyt, mert csináltatnék egy Magicka köpenyt, viszont nem tudom, hogy hol lehet ilyesmit készítetni. Gyulán nem sikerült találnom Szabót, aki elkészíteni. Nem egy bonyolult dolog, meg elvileg lemből van. Ja, persze kifizetem meg minden, szóval, ja, ez így. Ez érdekelne. A harmadik rész pedig az érdekelne, hogy van-e közöttetek olyan, aki ért játéktervezéshez, vagy ismer valakit, aki ér játéktervezéshez, mert van egy Karva Interaktív per Tüzes Szálkány játékötletem, egy egyszerű kis indie játékra kell gondolni, kétdimenziós meg minden, roguelike RPG hasonló, mint a Faster Than Light, vagy a Knights of Pen and Paper, egy ilyen kis cucc, elmesélném a részleteket, nem kell túl bonyolult dologra gondolni, csak programozás, meg hasonló dolgok, hogyha valaki ért hozzá, nem tudom a szakzsargont, hogy mi az, ami kell egy ilyen játék összerakásához, de ja, nagyon poén lenne, hogyha el lehetne ezt készíteni, mert szerintem egy jó ötlet. Ha pedig ez komoly költségeket emészt föl, akkor esetleg megpróbálhatok egy Kickstarter-t beindítani ezzel, vagy ehhez. Viszont ahhoz előtte kéne tudnom, hogy van-e egyáltalán esély arra, hogy valaki esetleg érti ilyesmihez. Ugyanígy, ha ez beindul, akkor nem árt, akkor szükség lesz majd grafikusra, vagy animátorra. Igen, ez a másik, ami érdekel most a játéktól függetlenül. A videóimhoz egy új intróhoz kéne nekem egy animátor, vagy hogyha nem lenne egy univerzális intró minden egyes videómhoz, akkor külön-külön sorozatokhoz egy-egy külön-külön intro. Például Starbound-ból tennék fel mostanában most már végre videókat, Pitakkal játszottunk, nagyon mókás, viszont nincsen hozzá semmi intro ötletem. Úgyhogy ebben is, hogyha van valami esetleg. Még egy dolog, amit kérdeznék, hogy valaki tudna segíteni nekem összerakni a csatornámon lejátszási listákat, mert már egy éve káosz az egész, nem tudom besorolni a videóimat a lejátszási listákba, vagy legalábbis a Mókaszakaszokon kívül nagyon más nem tudok besorolgatni, hogy mi hova tartozik. Mostanában már kb. 600 videóm van YouTube-on, szóval eléggé mocsok sok idő, amíg ezeket beállíthatjuk, mert a YouTube nem könnyíti meg a dolgomat semmilyen okos kezelőfelülettel, amivel gyorsan lehetne ezeket csinálni, hanem manuálisan be kell állítani mindegyiknek, hogy milyen lejátszási listába tartozik, és ebben kéne segítség, hogy milyen lejátszási listák kellnek az én videóimnak. Ehhez olyan kéne, hogy valamelyikötök elvállalna, hogy ebben dolgozik velem együtt, tehát kommunikál velem, és együtt végignézzük a videóim listáját, és az alapján kiötletelünk valamit. Nem csak az, hogy legyen egy lejátszási lista a tankos videóidnak, és legyen egy a vlogos videóidnak, hanem rendesen. Ja. Most nagyjából ennyi jutott eszembe, köszönöm a figyelmet. Sziasztok!